saját maguk által készített termékeket ajánlott fel az egyik szekszárdi borászata a megyei jogú város kulturális központjában kialakított oltóponton dolgozóknak. Ők már a sokadik vállalkozás, akik így támogatják azokat, akik részt vesznek a március elején indult munkában. Nagyon fontosnak tartjuk itt az oltóponton dolgozóknak a munkáját, és mi borral, illetve gyümölcslével és músttal tudunk szolgálni, amit fel tudunk ajánlani nekik. Szekszárdon március 3-a óta működnek a speciális oltópontok. A házi orvosok kértek helyet az önkormányzattól, ahol szervezetten váltásban fogadhatják a regisztráltakat. Így esett a választás a Babits Mihály Kulturális Központra. A kezdés előtt diszpécser szolgálatot állítottak fel, hogy behívják a jelentkezőket. A munkában a Kulturális Központ munkatársai is részt vesznek, de védőnők és a szociális területen dolgozók is segítik a vakcinálást, ami kifejezetten jó ütemben halad. A 18 éven feletti lakosság 32%-at itt a házban oltották be. Tehát nagyon jól állunk. Szekszárd polgármestere azt mondja, a megyei jogú városban példátlan összefogás eredményeként alakították ki az oltópontokat, a szakemberek mellett pedig rengeteg önkéntes vesz részt a munkában, a helyi vállalkozások pedig folyamatosan segítik az itt dolgozókat. Ha bármilyen válsághelyzet van Szekszárdon vagy Tolnamegyében, akkor felkészültünk rá közösen. A Babits Mihály Kulturális Központban a tervek szerint még nagyjából egy hónapig tartanak az oltások. Május végével, megköszönve a házi orvosok áldásos tevékenységét, befejeződik a Kulturális Központban az oltópont működése, és legkésőbb június első napjaiban újra visszaadhatjuk a kultúra és a művészet iránt már nagyon nagy igényt mutató városi lakosság és a saját szervezeteink részére a tereinket. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban 5 vakcináló helységet alakítottak ki, és van, hogy 400 ember is felveszi itt az oltás naponta.